Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 31-e teli hold, és ezen a napon van egy portálnap. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11-kor indul. Összefoglalom mindkét témát, tehát egy szertartás lesz a teli holdra, és erre a különleges napra, erre a portál napra. Erre jelentkezhettek e-mailen keresztül, az energiai egyensúly az 4000 forint. Miről van szó? Ezt elmagyarázom most ezen a felvételen. Itt ezen a papíron látható a horoszkóp. Ez a teli hold horoszkóp az indiai számítás szerint, a dél-indiai forma szerint. Itt látható a nap az oroszlán jegyében, ezzel szemben a hold a vízöntő jegyében. Szemben állnak, mint mindig teli holdnál. És az azt jelenti, hogy a nap a holdat meg tudja világítani, hiszen a holdnak nincs saját fénye, és így a nap hatása alatt ez láthatóvá teszi a holdat. Így hat ránk, a mi életünkre. A teli hold megvilágít bizonyos témákat, megvilágítja az élet utat, láthatóvá tesz valamit. Itt az oroszlán jegyéről és a vízöntő jegyéről van szó. A vízöntő jegye szimbolizálja a terveket, az ötleteket. És az oroszlán jegye mutatja, hogy mi áll a középpontban, és pontosan ezekről a tervekről van szó. A nap az oroszlán jegyében van az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, és a nap uralkodik az oroszlán jegye felett. Mivel a nap a mi naprendszerünk központja, ez a teli hold mutatja a központi témákat, mi áll a középpontban. Itt a nap mellett megjelenik egy visszafele haladó Merkur bolygó. Tehát itt kapcsolatokról van szó, kommunikációról van szó, tudásról, tanulásról van szó. Ez áll a középpontban. De mivel Merkur bolygó visszafele halad, az jelentheti egyrészt azt, hogy kicsit fékezi az eseményeket, de jelentheti a múltat is, hogy valaki gondol rád a múltból, jelentkezik nálad, itt lesz kapcsolat, kommunikáció, és ez áll a középpontban. Ezzel szemben a hold, ami kihat anyai témákra, de utal a mi érzelmeinkre is, a vágyakra, az álmokra, az elképzelésekre, itt a közelben van egy visszafele tekintő Szaturnusz bolygó. És Szaturnusz bolygó az jelenti a sors utunkat, kihat a sorsunkra. Itt vannak döntések, változások, találkozások. Szaturnusz bolygó egy fokon van Mars bolygóval, a kettő között van egy úgynevezett quincunx aspektus. És ez kivált, különösen a férfiaknál bizonytalanságot tegyen, vagy ne tegyen, ez egy jó ötlet, vajon megvalósítható-e. A vízöntő jegyénél megvannak az ötletek, viszont Mars bolygó a szűz jegyében kicsit kritikus. Ó, ebből talán nem lesz semmi, nem tudom, hogy ez jó irány-e. Ez a férfiakra fog kihatni, hiszen Mars bolygó az egy férfias energia, és jelenti a férfiakat is. Itt a szűz jegyében
nem csak komoly döntésekről van szó, vagy át kell vizsgálni a dolgokat, hanem ennek van gyógyító hatása is. Ugyanúgy, mint a Satabisa holtháznak. Ez a teli hold a Satabisa holtházban van. Lefordítva ez 100 gyógyító erőt és szerencsét jelent, vagy 100 félelmeket. Attól függően, hogy mi a hozzáállásunk. Ha vannak félelmek, bizonytalanságok, akkor azzal blokkolunk valamit, mint például a gyógyuló hatást, vagy a szerencsét. Ha áttesszük magunkat a félelmeken, akkor ott van a szerencse és a gyógyító erő is. Ugyanúgy, mint ennél a portál napnál, mint mindig, itt is van gyógyító erő. Mit jelent ez a portál nap? Itt kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, aminek mindig gyógyító hatása van, és mindig jön ehhez még egy bizonyos téma, attól függően, hogy hogy van ez a naptárban megírva. Itt van különböző forrás. Megnézhetnénk a régi ősi kínai naptárt is, de hasonló ez a maja naptár forrásával. Én a maja naptárt mutatom itt. Ez a 13-as szám jelenti a hullámokat. Itt megemlíteném, hogy a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, minden nap beszámolok a maja naptárból, hogy milyen energia van. Tehát most a 13. hullámban, vagy rezgésben vagyunk. Ez olyan, mint nálunk a 7, de náluk ez nem 7 napig, hanem 13 napig tart. E felett, a hullám felett, tehát 13 napig, Kában uralkodik, és Kában az jelenti a mi földünket, és a földünk kisugárzó gyógyító erejét is, azt is, hogy itt egy ötlet, egy terv megvalósulhat. Ez a manifestáció. Augusztus 31-e, az a 9. nap ebben a 13. hullámban. A 9-es számot a maják így írták, ez a vonal, ez az 5-ös szám, a pontok pedig egyet jelentenek, 4 pont az 4, 5 és 4 az a 9. Tehát a 9. napban vagyunk, kihat a 9-es szám erre a napra, az jelenthet korlátozásokat. És ez a teli hold, meg ez a portál nap arra jó, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi korlátoz bennünket abban, hogy megvalósíthassuk a terveinket. Milyen korlátozások vannak. Ezen át kell tennünk magunkat, a szertartás ezen a napon segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, meg a bizonytalanságokon, és akkor egy nappal később indul a 10-es szám, és az jelent már akkor egy új kezdetet, és pontosan ez az energiamező utal arra, hogy itt lesz egy változás. A korlátozások elmúlnak, lesz egy új kezdet, egy új irány, egy új periódus. Mint mindig, minden nap van egy szimbólum. Ez olvasható naponta a Facebook oldalamon. Augusztus 31-én Csikcsán uralkodik, és Csikcsán lefordítva kígyót jelent. Ez jelenti a megújulásokat, a változásokat, a gyógyító erőt, ezek lehetnek egészségügyi témák,
ami jelentheti azt is, hogy ezen a területen dolgozol, ez a munkahelyed, vagy a lelki társad dolgozik ezen a területen, amit csikcsán még jelent a szexuális energia, és a megújulások, a változások, a transformáció, és ez, ami most indul, ezután a portál nap után, ezután a teli hold nap után. Az a fontos, hogy észrevegyük azt, hogy mi áll a középpontban, kivel kellene kommunikálni, és hogy hat ki a hold a sors utunkra, a férfiaknál az is még fontos, hogy tegyék át magukat a bizonytalanságokon, és akkor indulhat egy új irány, egy új kezdet, ezek a megújulások, a csikcsán energia, hogy itt lesznek változások, mondhatnám azt is, mint egy újjászületés. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!